Korszerű berendezésekkel szerelték fel a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Tag intézményének tálaló konyháját és ebédlőjét. A hónapok óta zajló felújítást követően a tanév kezdetére már a megújult létesítménnyel várták a diákokat. A közétkeztetés az egyébként a közoktatási érdekszférából, ami teljes mértékben a város érdekkörében maradt, nyilván egy állami normatíva és egyéb támogatások vagy források mentén, de teljes mértékben városi felelősség, és ezen belül az étkeztető helyeknek, tehát az éttermeknek vagy étkezdéknek a kialakítása, annak a műszaki állapota szintén nyilvánvalóan városi érdekkör. Az önkormányzat ezért az ebédlők és az iskolakonyhák felújítását a közétkeztetés szerződés alapján végző szolgáltatóval, a Duna Gastro Kft-vel együttműködve végzi. Követelményként fogalmazták meg, hogy a szolgáltató olyan korszerű és komfortos körülményeket alakítson ki ezeken a helyszíneken, amelyek mind a tanulók, mind pedig az ott dolgozók számára és a kor követelményeinek is megfelelők. A polgármester hozzátette, hogy legközelebb a Szent István Sport Általános Iskola ebédlőjének felújítása következik. A társaságunk, amikor elkezdett szolgáltatni Jászberényben, akkor a úgymond a KH-tól indult, létesített egy főzőkonyhát, ahol kifejezetten a jászberényi gyerekeknek főzünk, és szállítjuk ide erre a tálalókonyhára, úgymond melegítő konyhára is az ételt. Nagy hangsúlyt fektetünk az étkezési élménynek a javítására, ezt 2 évvel ezelőtt kezdtük el. Egyre több ebédlőt újítunk föl az országban, és folyamatosan egy étterem jellegi próbáljuk átalakítani az iskolai étkezdéket. A városban naponta összesen 8 óvodába és 5 iskolába mintegy 2000 adag ebédet szállít a vállalkozás. A Székely Mihály iskola ebédlőjében több mint 150 diák ebédel nap mint nap. A most felújított ebédlőre a cég 10,5 millió forintot fordított saját forrásból a nyár folyamán. A tanév első napjától a felújított ebédlőben kezdődött az étkeztetés. Az első tanítási nap már teljes gőzzel működött a tálalókonyha, és körülbelül olyan 160-170 körüli gyereke étkezik itt az ebédlőben, ez ma zavartalanul le is zajlott, tehát semmi fennakadás nem volt. A Székely Mihály iskola ebédlőjének hivatalos átadóján megtudhattuk, hogy a városban az elkövetkező években program szerint ütemezve kívánják felújítani az iskolakonyhákat és az ebédlőket.